A több mint fél év alatt elkészült albumot a művész 70. születésnapjára 2019-ben meglepetésként szerette volna kiadni a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. 2019-ben a Nemzeti Együttműködési Alaphoz beadott pályázatuk azonban nem volt sikeres. A tavalyi pályázatunkkal sikeresen indultunk, meg lett rá az összeg, viszont nem volt olyan konkrét határidő, meg a koronavírus nem sürgetett bennünket, ezért úgy húzódott a könyv kiadása, és ahogy a nyomda vállalni tudta, és kényelmes tempóban szépre, gondosan összerakta, úgy jelent meg a könyv, ez úgy április körül időpontra tehető, és azt gondoltuk, hogy Anna születésnapján egy meglepetés könyvbemutatót tartunk az Attila atyával. Ahhoz, hogy ez a csodálatos kivitelű album megszülethessen, sok ember munkája kellett. Babucsik Nézzeik Falvi Anna mélyen hívő emberként élte és éli az életét, ezért Seffer Attila plébános atyát kérték fel az album előszavának megírására. Én azt gondolom, hogy nagyon jól tükrözi az a II. János Pál, a szentéletű pápától vett idézet, amit az előszóba is említettem, hogy abban a világban élünk, amikor talán az emberek egy kicsit közömbössé lettek, vagy elhidegültek, konkrétan a vallás gyakorlat hagyományos formáitól. Viszont ebben a világban kifejezetten nagy szükség van olyan művészekre, olyan alkotókra, akik valahol a munkájukon keresztül mégiscsak vallásos élményt adnak az embereknek, és nem felejtetik el az örökön élő igaz Istent. És én azt gondolom, hogy Anna néni alkotásai a többségében erről szólnak. Babucsik Nézzeik Falvi Annának ismerettsége az album lektorával, dr. Feledi Balázs művészettörténésszel több évre nyúlik vissza, ezért őt kérték fel a kötet szakmai előszavának megírására. Én nagyra becsülöm a magyar rajztanár társadalmat egyrészt, talán meglepő, hogy ezzel kezdem, hogy Annának a tanári kvalitásai is egészen egyedülállóak, és egy ilyen művészeti alkotó táborok kapcsán találkoztunk már itt Kiskörösön, és hát lenyűgözött az a elmélyültség és az a pedagógiai szívóság és kreativitás, ahogy ő vezette ezeket a táborokat, és hát tulajdonképpen ezzel együtt ismertem meg már régebb fogva folyamatosan az ő nagyon magas színvonalú grafikai munkásságát. Dr. Feledi Balázs a kortárs magyar képzőművészetben egyedülállónak nevezte Babucsik Nézzeik Falvi Anna most megjelent albumát. A kötet egyik szerkesztési alapelve a kronológia volt, a másik pedig az, hogy a grafikák beszéljenek önmagukért. Az album egykor 4.7 címmel látott napvilágot, utalva Szent Pál első levelére a korintusiakhoz, mit van, amit nem kaptál. De azt tudni kell, hogy úgy folytatja, és ha kaptad, miért dicsekszel vele? Na, ezt én nem mertem odaírni, mert mondom, hogy megjelenik egy könyv, és akkor én ilyen címet adok akár, az hogy fog kinézni? Én nagyon szeretem Szent Pált, és rám nagyon illik, meg azt hiszem a munkáimra is, hogy mit van, amit nem kaptál. Az album fotóit Rubos Zoltán készítette, a nyomdai munkákat pedig a Drucker Kft. Végezte. A képzőművészeti album összesen 250 példányban készült el, mely a Kiskörösi Katolikus Egyháznál adományért cserébe kapható. Az esemény végén Babucsik Nézzeik Falvi Anna dedikálta is a köteteket.